Megtörtént a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény felújítási munkálatainak bejárása. A bejáráson részt vett Szepesi Tibor, a Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának elnöke. Számos újítás valósult meg, amelyet a helyszínen tekinthettek meg a megjelentek, köztük Dedinszky László is az iskola pedagógusa, aki több mint 30 éve oktat az iskolában. Mint megtudtuk, a munkálatok a végéhez közelednek, és hamarosan megnyitja kapuit a megszépült intézmény. Már kívülről is látszik, hogy az iskola teljesen megszépült, megújult, és többen kérdezik, hogy belül vajon hogy néz ki az iskola, és nyilván én magam sem tudom addig a pontos választ megadni, amíg nem nézünk szét. Úgyhogy sikerült ma bejárni a beruházást, hiszen ahogy mondtam is a végéhez közeledik, most már látszanak azok a kialakított új részek, azok az elképzelések, amelyeket eddig csak papíron, vagy csak vázlataiban láttunk. És nagyon jó volt, hogy egy régi kollégával, Dedinszky Lászlóval tudtuk bejárni, hiszen ő már több mint 30 éve tanít ebben az iskolában. Én csak elvétve, amikor olyan feladat adódott, akkor jártam ebben az épületben, tehát igazából így teljesen kipakolva nem is tudtam volna azt megállapítani, hogy ez most konkrétan melyik terem, itt volt ez a mosdó, vajon az előző ciklusban még a felújítás előtt. Úgyhogy köszönöm szépen neki, hogy együtt bejártuk, és megmutatta azt, hogy melyik terem, hogyan került kialakításra, melyek az új részek, még az elképzelései a pedagógus karnak, mire figyeltek a tervezésnél, beruházásnál, hova kerüljenek a kapcsolók, hova kerüljenek azok a fontos apró részletek, amelyek aztán az oktatást fogják segíteni a tanároknak. Ahogyan Szepesi Tibor, a Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának elnöke elmondta, a változás nem csak az intézmény falain kívül, hanem belül is látható. Az aula, a tantermek, a vizes blokkok, a folyosók mind megújultak. Egy olyan aula került kialakításra, amely már formájában, bár megőrizve a régi bejáratot, egyből azt mutatja, hogy igen, ez egy alakjában is teljesen megújult, és valóban az iskolai oktatás szolgáló épületté alakult át. Nagyon sok minden, tehát a járólapoktól a falakig minden megújult, én azt gondolom. De hát nyilván a legszembetűnőbb, aki az utcán sétál, az is, hogy egy új szárnyat kapott az iskola, amelyben 5 tanterem és egy tetőtéri rész is kialakításra került. Tehát ahogy itt most beszélgettünk, nagy valószínűsége minden osztály saját osztálytermet kaphat, ami azt jelenti, hogy nem kell majd esetleg vonulni egyik teremből a másikba, hanem majd a pedagógusok mennek oda, kialakíthatnak egy olyan közösségi teret, amely formálhatja az osztályt egy valódi közösséggé. Tehát azt gondolom, hogy óriási változás lesz. Aki be fog menni ebbe az épületbe idejáró diákként, vagy egykori diákként, el fog ámulni azon, hogy mi minden történt. Ezáltal létrejöhet egy olyan közösségi tér, amely még személyesebbé teheti a diákok mindennapjait az iskolában tartózkodás ideje alatt. Tudtuk meg az elnöktől, aki eredményes tanévet és sikeres tanulmányokat kívánt minden idejáró diák számára.